A Skoda bemutatja Kodi kalandok. Kodi vagyok, a plüss mackó, belebutázhatsz, ez nagy szó. Figyelj, indul a történet, itt nem kell csendben maradnod. Segíts nekem, néha kérlek, ezek a Kodi kalandok. A sapkaparó. Most figyelsz! Holnap itt a karácsony! A kocsis családban pedig úgy határoznak, hogy maguk mögött hagyják a szürke várost, és inkább a hóborította hegyekben ünnepelnek. Vad medve szívem nagyot dobbant a hír hallatán. Még a szokásos téli álmomat is hajlandó voltam elhalasztani a karácsonyi kaland kedvéért. Gyere, Kodi, indulunk! Ő itt a gazdim, Kukú! A legimádnivalóbb nagycsoportos az egész világon, és mindenhová magával hurcol a menő indián mintás táskájában. Tessék, vedd fel szépen a simlis sapimat is. Meg ne fázz nekem ebben a hidegben. Ugye megmondtam? Igaz, hogy az ő fején vastag téli sapka virít, nekem meg csak a nyári fejfedőjét bányászta elő. Hát engem úgyis melegen tart a pihepú a plüssbundám, ugyebár. A lényeg, hogy gondolt rám. Tollas nyíl, vigyázz rád! Uff! Köszönöm, drága indián gazdám! Brum, brum! Na igen, Kukunak van két felettébb bosszantó szokása. Egyrészt folyton indiánosdit játszik, másrészt szeret a nevemben beszélni. És ez a brummogás... Na mindegy. Anya, lejjebb vetted a fűtést a lakásban? Ő itt Emma, a család harcos környezetvédője és Kukú ikertesója. Már miért vettem volna lejjebb, Emmus? Hát, amíg nem vagyunk itthon, minek pazajoljuk az energiát? Kaminak igaza van. Erre a pár napra tényleg érdemes lejjebb tekerni a radiátorokat. Gladiátor? Hol a gladiátor, Emil papa? Sehol, Karcsikám! Ne félj, majd én leharcolom. Karcsika a család legifjabb 2 éves harcosa, és rajong a lovagokért, meg a gladiátorokért. Emil papa pedig a gyerekek nagyapja, aki szinte egész nap a garázsban szokott bütykölni. Kész csoda, hogy az unokák unszolására hajlandó velük tartani a karácsonyi kiruccanásra. Ha itt ilyen hideg van, mi vár ránk fent a hegyekben? Ez a fázós nagylány, Camilla, az indián törzsfőnök, a természetvédő bajnok és a pöttömnyi gladiátor harmadikos nővére. De lehet bármilyen farkasordító fagy, ha autózásról van szó, Kami egyből lázba jön. Kamikám, gyere légy szíves, segíts felnyitni a hátsó üléssort. Persze, apa. Minek nyitjátok fel? Mert mindannyian megyünk, Kukú. A pótülések nélkül nem férnénk be. Várj, kiszámolom. Elülül apa és Emil papa, középen Emma, Karcsika meg én, hátul pedig te anyával, ugye? Aha. Akkor hányan is utazunk? Nagy okos. Az annyi, mint... A gazdimnak, hogy is mondjam, nem a matek az erőssége. Segíts neki átszámolni, hogy a 3 felnőtt és a 4 gyerek az összesen hány utast jelent. Na-na, az bizony 7 fő. Az annyi, mint 7 utas. Gratulálok. Apa, lekaparhatom a jeget az ablakokról? Persze, Kami, köszönöm, az nagy segítség lenne. És mégis mivel? A 10 körmöddel? Dehogy is, öcsike! Ha kicsit is ismernéd a kocsinkat, tudnád, hogy a tanksapkában rejtőzik egy jégkaparó. Ez, Kami, Kamu! Ha nem hiszed, nézd meg magad! Aszta, de menő! Kaparhatok én is? Szó se lehet róla! Ó, léci! Jó van, oké. De csak a hátsó ablakot. Köszi, Kami. Miután a két tesó nagy nehezen elbánik a jégpáncéllal, és végre rendesen ki lehet látni az autóból, ők is elfoglalják a helyüket. Ez igen, szuper munkát végeztetek. Indulhatunk? Egy pillanat, fiam. Csak még a szerszámos ládámnak keresek egy kis helyet itt a lábamnál. Már is hiányzik a garázs, Emil papa. Mit agadás, Kamikám? Nekem az a második otthonom. Akkor az neked nem is a műhely, hanem az igazi hely. Ez szép volt, Karcsika. És ha valami nem olyan vészes, abból lesz a művészet? Attól tartok, hogy ez nem ilyen egyszerű, Kukúkám, de viccesen hangzik. Na igen, én meg ezért utálom az elhaigált PET palackokat. Az erdő természetes anyagaival képtelen zöldágra vergődni. Mit gondolsz, mit akar mondani, Emma? Milyen anyagból készül a PET palack? Persze, műanyagból! Ahogy befutunk a turistaházhoz, egyből nekivágunk a hófehérre porcukrozott erdőnek, és egészen sötétedésig túrázik a csipet csapat.
A mínusz sok fognak hála, a simli sapim tisztára ráfagy a buksimra, és még a jeges medvéket megszégyenítő csodabundám is megérzi a hideget. Kamiról nem is beszélve. Ha nem érünk egy percen belül a szállásra, én jégkotkává fagyok. Nyugalom, Kamikám, már is ott vagyunk. Az angyalok is biztos nagyon fognak fázni ajándékszállítás közben. Úgy sajnálom szegényeket. Inkább engem sajnálj, Koko. Te felöltözhettél volna jobban, de az angyaloknak csak egy fehér lepeljük van. Honnan tudod? Jártál már akár egy angyalt is? Jaj, Emma, mindenki tudja, hogy néznek ki az angyalok, és ma este talán látni is fogjuk őket. Igazán? Koko, okos! Itt a hegytetőn közelebb vagyunk az éghez. Igazatok van, Karcsikám. Na, meg is érkeztünk. Na, végre! Anyával mi kipakolunk a kocsiból, addig ti pihenjetek le a szobátokban, és ha bármi zajt hallotok odakint, csak kukkancsatok ki az ablakon, jó? Ahogy az átfagyott társaság belép a házba, a befűtött kandallóból ropogó tűz hangja egyből melegséggel tölti el a szívünket. Karcsika az ablakhoz szalad, és meglepetésében felkiált. De szép világos függöny, elhúzod Emil papa? Hát, az sajnos nem fog menni, Karcsika. Miért nem? Emma, megpróbálod? Persze! Júj, ez iszonyú hideg! És tisztára oda tapadt az ablakra. Fura, függönymatricáról még sose hallottam. Nem is úgy szokták hívni, Koko? Akkor mi az ez? Jégvirág! Ez a csodálatos természeti tünemény, a jégvirág. De hogy került ide? Tudjátok, ez az ablak nem szigetel olyan jól, mint az otthoniak. A vékony üveg belsejéhez áramlik a szoba párás levegője, és odafagy a jéghideg üveghez. Így születnek a zúzmara kristályok. Nincs köztük két egyforma, ahogy a hópelyhek mintázata is mind-mind különbözik egymástól. Tényleg gyönyörű. Ó, gyerekkoromban órákon át figyeltem, ahogy ellepik a jégvirágok a szobám ablakát. Képzeljétek, kamaszként még egy verset is írtam róluk. Mondd el! Nem biztos, hogy minden sorára emlékszem. Mondd el! Jól van, nem bánom. Hát, ha egyből sikerül. Jégvirágok, Kocsis Emil verse. Télen a hajnali fagyha az ablakon kaparázgat, zúzmara magvakat ültet kötköpenyében a háznak. Gyenge a nap, kikeletre kikelnek mégis a magvak. Jégbazsarózsák, jégpipacsok bókolnak a napnak. Ablaküvegnyi virágos kertek végig a házon. Langyos déli szelek ölelik, hogy végre ne fázzon. Ervad a jégszirom erdő, összefolyik a valóság. Csipp-csepp gyűlik a nektár, párkányon pici tócsák. Azta, Emil papa, benned egy költő veszett el. Jól mondod, Kokókám, elég rég elveszett. Mondd el még egyszer. Rendben. De a rímeknél várok egy kicsit, hát ha eszetekbe jutnak, jó? Oké. Ez jó játéknak ígérkezik. Te is megpróbálod? Figyelj, kezdődik. Na lássuk csak. Azt mondja, hogy télen a hajnali fagyha az ablakon kaparázgat, zúzmara magvakat ültet kötköpenyében a... háznak. Nagyon jó, Emma. Menjünk is tovább. Gyenge a nap. Kikeletre kikelnek mégis a magvak, jégbazsarózsák, jégpipacsok bókolnak a napnak. Ügyes vagy, Karcsika, jöhet a harmadik verszak. Igen. Ablaküvegnyi virágos kertek végig a házon, langyos déli szelek ölelik, hogy végre ne fázzon. Na igen, te vagy a fázás szakértője. Kac, kukac. Csitt, figyelem, jön az árlat. Hervad a jégszirom erdő, összefolyik a valóság. Csip-csepp gyűlik a nektár, párkányon pici... Tócsák. Ez igen, szép volt, gyerekek, bravo! Pszt! Halljátok, valaki jár odakint. Biztos az angyalok. Na persze. Ne nyavajog már, Kami, inkább derítsük ki, mi az igazság. Nyissunk ablakot. Viccelsz? Így is megfagyok. És bárki van is odakint, az ablaknyitással tuti elijesztjük. Akkor kaparjunk le egy kicsit a jégvirágokból, hogy ki tudjunk kukkantani. Rám ne számíts.
Nem fogok nekiesni az ablaknak a 10 körmömmel. Még mindig jégcsappá vannak fagyva. Kéne valami kemény anyag, amivel nekiláthatunk a kaparásnak. Kodi, rajtad a világszeme. Uff, egy-egy sefély tollas nyírtörs főnök, brum-brum. Megint kezdi az uffozást meg a brummogást. Remélem nem a pihepuha plüssmancsommal akarja lekaszálni a jégvirágos rétet. Segíts kérlek, drága Kodi, hogy lássunk az ablakon ki. Szerencsére eszembe jutott valami. De mielőtt elárulnám, elénekelnéd te is Kokó dalát? Segíts kérlek, drága Kodi, hogy lássunk az ablakon ki. Na gyere, most te jössz! Segíts kérlek, drága Kodi, hogy lássunk az ablakon ki. Most fejezd be! Segíts kérlek, drága Kodi! Ez az! Lássuk, rájön-e a gazdim, hogy mi jár a fejemben? Jaj, ne! Jaj, most jön az a rész, amikor feldob a levegőbe! Mi történt? Nem tudom, Emma. Kodi nem mutat semmire, ahogy szokott. Csak leesett a fejéről a jéggé fagyott sapkája. Neked is leeshetne, hogy ez mit jelent. Ja, megvan! A tanksapka! Na végre! Micsoda? Az meg hogy jön ide? Te mutattad nekem reggel, Kami, hogy a tanksapka fedelében ott van a jégkaparó. Most pedig a sapkám simlis részét használhatjuk kaparásra. Köszi, Kodi. Nem tesz semmit. Csak finoman, nehogy eltörjön az üveg. Ne aggódj, Emil papa, óvatos leszek a sapkaparóval. Egész jó név, öcsi. Köszi. Kokó, siess! Látni akarom az angyalokat! Nyugi már, Karcsika! Képzeld én is! Hú, de vastag ez az izé! Türelem rózsát terem! Vagyis egy jégrózsa méretű rést az ablakon! Na, lássuk a medvét! Azta! Tényleg egy medve van kint? Nem egészen, de nem is angyal, az biztos! Ne titokzatoskodj, Kokó! Engedj oda! Tessék, Emma! Te vagy az állatszakértő! Szerinted mi az ott? Aztán... Ugye? Én szóltam. Mi az, Muti már? Kami, ne lögdösödj! Aztán... Elárulnátok végre, hogy mit láttatok? Szarvasokat, Emil papa! Három csodaszép szarvast! Hadlám! No nézd, csak tényleg csodaszépek! Gyere, Karcsika! Téged is felemellek, hogy kikukucskálhass! Aztán... Biztos azért jöttek, hogy segítsenek az angyaloknak! Igen, Karcsika! Tutira! Ejha! Úgy hallom, elkészültek az angyalok! Ez az! Gyerünk a másik szobába! Juhú! Lássuk a medvét! De most nem rád gondoltam, Kodikám! Uff-uff! Nagyon vicces! Brum-brum! Kodi vagyok, a plüssmackó! Pár az autó, gyerünk, let's go! A kocsis családnál lakom! Hallod,